A nyugati elkerülő megépítése már a 2000-es évek elején felvetődött, első üteme végül tavaly ősszel készült el, akkor egy 2,2 km hosszú kétszer egysávos utat adtak át, a szakasz az M3-as autópályától a Kálmánházi útig ér el. A műszaki tartalmát tekintve ugyanúgy 90 km/h tervezési sebességgel rendelkezik, mint a most átadandó Nyíregyháza nyugati elkerülő második ütem, amely már 36-os számú főútig tart. Ez egy 4,5 km-es rész, amelyet ma megnyitunk a forgalom számára. Ezzel mintegy 10 perccel csökkenthető a menetidő az M3-as és a 36-os számú főút között, valamint ugye egy közvetlen összekötetés jön létre a Nyíregyházi ipari parkkal, illetve a belváros forgalmát is, ipari forgalmát is elvezeti ezen az útszakaszon. A rendezvényen Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a második ütem átadásával kisebb lesz a forgalom a megyeszékhelyen, az elkerülőnek a tervek szerint pedig lesz folytatása egészen a 38-as főútig, azaz a Tokaji útig. Erről már a közlekedés politikáért felelős államtitkár szólt. Tasó László hozzátette, tudomása szerint Kovács Ferenc polgármestere, a miniszterelnök az állam támogatását kéri majd ez ügyben. Láttam már számokat is egyébként, de ebben még nagyon sok csomópont átépítés is benne van. Tokaji úti csomópont átépítés és többek között. Sóstó felé is le kell egyébként egy csatlakozást kötni belőle. Úgyhogy 18 milliárd forint környékén van a teljes befejezése. Nekem az az érzésem, hogy támogatást fog kapni ez a kérés. Az átadó ünnepségen az államtitkár hozzátette, közútfejlesztésre az előző uniós ciklusban 900 milliárd forintos uniós forrást tudtak felhasználni, viszont a jelenlegiben 465 milliárd áll majd rendelkezésre. Emiatt is jelentős véli Tasó László, hogy a magyar állam vállalta, ehhez még további legalább 750, de akár 1000 milliárdos keretet ad hozzá. Az államtitkár televíziónk az elkerülő út díjmentességével kapcsolatos kérdésére is válaszolt. A személy gépkocsik számára ez nem lesz nyilvánvalóan díjmentes, vagy díjmentes marad, és nem lesz díjfizetési kötelessége. Egyébként meg valamennyi esetben mindig megvan a kivárási idő, és felkészülhetnek rá azok, akiknek egyébként fizetési kötelessége lesz. Tehát a 338-asnak a műszeri rendelettől függően kell majd, de csak tergépkocsik esetében esetleg fizetni, de még ez nincs eldöntve ez a rendelet. Az elkerülő átadásán a hivatalos szalagátvágásnál Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselői is jelen voltak. A megye szempontjából azért kiemelten fontos ez a beruházás, hiszen magában a területfejlesztési koncepcióban ugye megfogalmaztuk azokat a gazdasági célokat, amelyeket szeretnénk megvalósítani, és hát utak nélkül ezek megvalósítása, a befektetők ide csábítása, azt hiszem, hogy egy elég lehetetlen feladat, és minden egyes útszakasz, amelyet átadunk, az hozzájárul ahhoz, hogy a területfejlesztési koncepcióba, illetve a stratégiai programunkba, sőt mondhatom azt, hogy az integrált területi programba megfogalmazott célokat megvalósíthassuk minél hatékonyabban. Ez segítségére van mind a megyei önkormányzatnak, mind a megyeszékhelynek és mind a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeknek. Az Európai Uniós, valamint hazai forrás bevonásával elkészülő beruházásban többek között körforgalmú csomópont épült a Rókabokori bekötőútnál, valamint elkészült a 36-os számú főútnál, azaz a Tiszavasvári útnál is egy körforgalom.